alszik és durfúl az Isten? Vagy csak talán alszik az égben? Tóth Melitta az első fehérvári versünnep győztese, Babits verset szaval. A verseny idején még középiskolás fiatal, ma már színészetet tanul, és azt mondja, eddig élete legjobb döntése volt, hogy jelentkezett a versenyre. Rengeteg olyan tanácsot tudok használni, amit itt kaptunk a felkészítés során, és az élet minden területére igaz ez egyébként, hogy nem csak színészileg készítettek fel bennünket, hanem emberileg is. Ha Tóth Melittához hasonlóan bárki kedvet érez a megmérettetésre, nem kell más tennie, mint február 20-áig jelentkezni a versenyre. Ezt egy újonnan létrehozott internetes felületen, a www.versünnep.hu-n, illetve a Fehérvár Média Centrum weboldalán tehetik meg az érdeklődők. A középiskolásoknak rendezzük, tehát a 9 és 13. évfolyamosoknak. Ami egyébként furcsa, mert változtattunk egy kicsit a versenyszabályon, hiszen tavaly és tavaly előtt csak versen lehetett készülni, most pedig kitágítottuk egy kicsit. Úgyhogy belépett a próza is. Folyamatot indítunk el. Spányi Antal a kezdetektől a rendezvény egyik fővédnöke. A megyés püspök számára most sem volt valódi kérdés, hogy támogatja a kezdeményezést, hiszen, mint mondja, szép versekkel megszépíthető az egész világ. A világnak olyan emberekre van szükség, akiknek szép a szívük és szép a lelkük, akik tudnak szépeket gondolni, nem csak a méreg, nem csak a keserűség, nem csak a mindennapi szenvedés tölti ki az életüket, hanem észrevesznek apróságokat. A fiatal tehetségeknek szükségük van a támogatásra, és egy-egy ilyen megmérettetés segíthet nekik az előrelépésben és a fejlődésben is, mondja a város polgármestere. Cserpalkovics András szerint szüksége van Székesfehérvárnak az ilyen rendezvényekre. Ha nem adjuk meg nekik a lehetőséget arra, hogy ezt megmutathassák, hogy igenis értik, igenis ismerik és igenis szeretik, és a maguk módján megtalálják azokat a verseket, azokat a prózai műveket, amelyekben foglaltak, számukra is iránymutatóak. Ha nem adjuk meg nekik a lehetőséget, akkor azt gondolom nem jogos föltenni a kérdést, hogy ismerik-e. A harmadik fehérvári versünnepen már nem csak költeményekkel, hanem prózai szövegekkel is színpadra léphetnek a középiskolások. Produkcióikat pedig ebben az esztendőben is neves zsűri értékeli majd. Kubik Anna lesz az elnök, de a diákok munkáját Tóth Augusta színművész, Varga Sándor újságíró, Tóth Tamás esperes plébános és Nagy Zoltán Péter a Fehérvár Hetilap felelős szerkesztője is figyelemmel kíséri.